Én nagyon szerettem a latint, és latin-magyar tanárszakra jelentkeztem. Ahova el is mentem felvételizni, akkor még a felvételi abból állt, hogy az emberrel beszélgettek. De én odáig még már nem jutottam be először, hogy beszélgessenek velem, mert amikor megérkeztem, ott július eleje volt, kiderült egyrészt az, hogy attól kezdve a bölcsészkar egyszakossá vált, ez abban az évben történt, és kb. 4-5 évig, már nem emlékszem pontosan mennyi ideig tartott, hogy csak egyszakos lehetett az ember. Valamint az kiderült, hogy latin szakot nem indítanak abban az évben, tehát arra már eleve nem mehetek egy szakban sem. Elmagyarázták, hogy azért mert úgyse, középiskolában nem lesz latin oktatás, tehát minek latin tanár, tehát nem lesz. Magyar szakra mehetnék, de annyi sokan vannak, hogy oda nem érdemes. És ott a folyosón akkor ilyen, ilyen demonstrátorok, meg felsőbb évesek voltak megbízva azzal, hogy magyarázzanak ott nekünk, felvilágosítsanak. És azok jöttek azzal oda, hogy de menjek könyvtár szakra, mert ez egy új szak, két éve indult 49-ben, és hát itt képezik a jövő nagy könyvtárainak a vezetőit tulajdonképpen. Én bevallom nekem a könyvtárról annyi képen volt, hogy valamikor 16 vagy 17 éves koromban az iskolából elvittek minket a Nemzeti Múzeumban, a Széchenyi Könyvtárba, az akkori Széchenyi Terembe, azaz a kézirattárba, ami valóban gyönyörű volt, mert egy gyönyörű terem, ami sajnos, amikor fölköltöztünk, elég baj, de ott hagytunk. És ott ültek két vagy három íróasztalnál, halotti csöndben, kódexek között. Szóval egy olyan tudományos és vonzó környezet volt, ennyit tudtam a könyvtáról. Mindenesetre úgy látszik meggyőztek, mert addig eszembe se jutott, de. Mind, de bementem felvételizni, és fölvettek könyvtárszakra. Egy szakossága ellenére együtt jártunk a magyar, illetve a történelem szakosokkal, tehát magyar és világirodalmat, egyetemes és magyar történelmet tanultunk, szeminárium előadás keretében, pedagógiát, és emellett a könyvtári tárgyakat, tehát bizonyos műveltséget is adott, és a könyvtári tárgyak, az úgynevezett könyvtár tankönyvtár ügy, ezeket meg akkori vezető, gyakorló, és valóban nagy tudású könyvtárosok tartották. Tehát Haraszti Gyula, Sebestyén Géza, Varjas Béla, a Széchenyi Könyvtár akkori főigazgatója, Valda Feleszter, Mezei László, Gerész Dirabán, sorolhatnám tovább, tehát Kéki Béla, csupa olyan, aki akkor valóban a gyakorlatból is ismerte ezt a szakmát, és ezen belül való tekintélynek örvendett, tehát szerintem nagyon jó képzést kaptunk könyvtári gyakorlatból, vagy könyvtári módszertamból is, mert én állandóan hirdetem, hogy ez nem egy tudomány, de viszont egy nagyon fontos ismereteket igénylő gyakorlati tevékenység. Nem akartam a szécsénybe kerülni, ez már a ötödik évben engem az akkori főigazgató Varjas Béla kikért, tehát ő eleve magához már, mint a Széchenyi könyvtárhoz kért, hogy ide kerüljek, és így csöppentem valójában be a Széchenyi könyvtárba egyetemi gyakornokként, majd így mentem 1994-be igazgatóként nyugdíjba, és ez az egész útam tulajdonképpen, tehát ez én vagyok az, aki egy munkahelyen Csinálta végig egész pályáját, és valóban ennek minden állomását, mert a gyakornokságból aztán lettem tudományos gyakornok, aztán munkatárs, aztán csoportvezető, csoportvezetőből főosztályvezető, szóval minden poszton voltam. És ez alatt viszont én beleszerettem a Széchenyi Könyvtárba,